igen, nagyon egyszerű futballélmény volt, futballmérkőzésnek nevezhetjük ezt a mai estét, és nagyon örülök, hogy pozitív élményekkel zártuk. Ehhez az kellett elsődlegesen, hogy a megfelelő mentalitásba kezdjük a mérkőzést, hiszen tudtuk, hogy az ellenfelünk itt hazai pályán javítani szeretne az elmúlt mérkőzés sikertelensége miatt, volt egy felfokozott hangulat, tehát egyrészt ezt nekünk ki kellett használni esetlegesen, hogy az ellenfelünk kitámad, illetve azt a fajta agresszivitást, ahogy be kell menni egy meccsbe, azt fel kell vennünk. Ez sikerült is az első fél időben. Volt egy olyan fél óra, ami nagyszerű volt a részünkről, mind védekezésben, mind támadásban, mind koncentrációban nagyszerűen járattuk a labdát, megtaláltuk azokat a helyeket, amiket be kellett játszanunk, jól váltottunk tempót, sokszor kerültünk a támadó harmadba, és nagy létszámban ezek mind olyan dolgok, amikről beszéltünk meccs előtt, hiszen az elmúlt mérkőzésen a támadó hatékonyságunk az nem volt az igazi, ebbe tudtunk javulni. A második fél időben is volt ilyen időszak, ilyen periódus, amikor kifejezetten játszottunk, akkor viszonylag kevesebb. És ez egy nagyszerű élmény volt, nagyszerű mérkőzés, és örülök, hogy így végződött, hiszen egy jó meccsen, egy jó ellenfelet sikerült legyőznünk. Egyértelműen a bajnokság első részében még azért sok sérültünk volt, sok olyan játékos, aki nem volt 100%-os. Most is voltak olyan napok, például Németh Krisztián még kezdőként nem bevethető, viszont ahogy egyre jönnek vissza ezek a játékosok, és kerülnek formába, így az én repertoárom és taktikai repertoárom is nő, hiszen sok minőségi játékos alkotja a keretet, akikkel változtathatunk a mérkőzéseken, hogyha szükség van rá. Igen, tudom, hogy ez a statisztika így van. Nagyon örülök, hogy egy mérkőzéshez jól sikerült a Debrecen ellen. Ez egy bajnokság, valaki ellen jobban passzol a játékunk, valaki ellen kevésbé. Nyilván a jó emlékek azok hosszabban megtartnak, vagy jobb szívvel gondolok rá, de ennek tulajdonképpen nincs jelentőség, és a következő meccs is ugyanúgy fel kell készíteni a csapatot, abból nem élhetünk meg, hogy szép emlékek vannak.